II. Rákóczi Ferenc általános iskola diákjai énekszóval verssel mondtak köszönetet a pedagógusoknak, azoknak a tanítóknak, tanároknak, óvodapedagógusoknak, akik még a szüleiket oktatták, nevelték. A köszönet és a tisztelet hívta életre annak idején, 30 évvel ezelőtt a színes diplomák átadásának ünnepségét. Hatalmas a jelentősége a pedagógusok munkájának, régen is, most is, és egyre erőteljesebben kell, hogy ez kidomborodjon ez a munka, hiszen egyre kevesebb fiatal választja ezt a pályát, és szeretnénk, hogyha ezek a fiatalok vonzóvá tudnánk tenni ezt a pályát, és erre a pályára jönnének. Terpalkovics András polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, azoknak hálás a város, akik nélkül Székesfehérvár nem fejlődhetne, hiszen a ma fiataljait ők nevelték, tanították. Minden nemzedék életében meghatározó az a pedagógus generáció, aki az adott nemzedéket tanítja, oktatja és neveli, és itt most olyan pedagógusokat köszöntünk, akik évtizedekkel ezelőtt döntöttek úgy, hogy ezt a pályát választják, végezték el ehhez a szükséges iskolai tanulmányokat, és aztán az adott főiskola egyetem elvégzését követően pedig hosszú évtizedeken keresztül a fehérvári óvodákban, iskolákban dolgoztak, végezték a munkájukat szolgálatként, és ezt szeretnénk valamilyen módon megköszönni. A szakmájuk iránti elhivatottságukért vehettek át elismeréseket azok a nyugdíjas pedagógusok, óvónők, tanítók és tanárok, akik 50, 60 vagy 65 évvel ezelőtt diplomáztak, és a város valamelyik oktatási intézményében oktatták a jövő nemzedékét. Nagy Imréné vasoklevelet vehetett át, 65 évvel ezelőtt szerezte diplomáját, és a Vasvári Pál általános iskolában tanított több éven át. Képzőművészeti főiskolára szerettem volna járni, de hát abban az időben olyan évek voltak, hogy a szülők nem tudtak támogatni, és tanítónő lettem. Először Szolnokon tanítottam, utána meg Dunántúlon, és itt Székesfehérvár az utolsó 20 évet itt tanítottam. Az ünnepségen azoknak adták át az arany, gyémánt és vasokleveleket, akik a pandémia miatt 2 évvel ezelőtt, 2020-ban nem vehették át. Most több mint 50 pedagógusnak mondott köszönetet a pedagógusok szakszervezetének Fejér megyei szervezete és Székesfehérvár önkormányzata.